Érdekes tehetségkutató sorozat utolsó állomása lesz nem sokára Szegeden. Miről is van szó? Avasd be bennünket! Hát egy három állomásos olyan tehetségkutatót szerettünk volna összehozni a rendezvényirodánkkal, ahol a végső nyeremény vagy egy klip, vagy egy számfelvétele, vagy egy kis helyben elfogyasztható boldogság lenne a fellépők számára, és szerettük volna ezt a kultúrközösséget kicsit felperzdíteni azzal, hogy ne csak a sztárokra figyeljünk, hanem tényleg van mindenkinek lehetősége arra, hogy meginduljon ez a pályán, csak kicsikét tennie kell érte, menjen el, lépjen fel, indítsák be, úgyhogy szeretnénk itt az underground zenei világot kicsit megperzdíteni Szegeden. A plakáton, amit olvastam, ott hip-hop van, viszont most mondtad, hogy nem annyira hip-hop, hanem inkább underground vonalat fog képviselni. Hát végülis az undergroundot azért használom, mert konkrétan a zenei világban hip-hop lesz, illetve most a héten gyorsan kitaláltunk, hogy egy kis színpadot fogunk glitch-hopnak is még indítani, de ott tényleg csak egy DJ egész éjszaka számokat egymás után beteszi. És azért hívjuk undergroundnak a fesztivált, mert szeretnénk a kultúrának más válfajat is itt felsorakoztatni, mint például graffitizés, fényfestés, tűzsongőröket is hívunk. Az egész esemény indítója pár óra hosszú slam poetry lesz, ami ingyenesen látogatható még az esemény előtti órákban. És hogyan kell elképzelni ezt a három állomásos eseményt? Említetted, hogy a kettőn már túl vagytok. Hát végülis az előző hetekben két hetente Szentesen volt az egyik szórakozó helyen már két forduló, elég sokan tovább jutottak. Hát próbáltuk a közönséget is beízíteni erre a nagy eseményre, meg a fellépőket is felkészíteni, hogy tényleg több száz ember előtt mire tessenek meg. Graffitizés, te fogsz graffitizni, azt mondtad, hogy nem fogod elárulni, hogy pontosan mit fogsz festeni, de ilyenkor hogyan készülsz erre, és egyáltalán egy ilyen eseményen hogyan lehet alkotásokat készíteni? Lesznek kint ilyen parfotáblák, és erre egy ismerősömmel fogunk festeni egy koncepciót, amit még addig összehozunk. Még teljesen nincs kitalálva, de szép színes lesz, és mutatni fog rendesen, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Te keretbe is rakod ezeket a graffitiket, most akkor ezek szerint egy kicsit nagyobb keretet fogsz kapni. Sokkal nagyobb, az elvileg 9 méter hosszú falunk lesz két személyre, úgyhogy lesz vele sok munka, de meg fogja érni látványilag is meg. Jönnek mindenki fotózni. Mikor fogjátok körülbelül kezdeni? 6-kor kezdjük, elméletileg. Hát akkor már 6 órakor sötét van, nem lesz egyszerű akkor ezek szerint a feladat. Hát igen, nem lesz egyszerű, mondjuk még az időpontot most tudtam meg. Lehet, hogy egy kicsit hamarabbra kéne rakni, de reményeink szerint befejezzük olyan éjfél előtt. Végülis a graffitihez még egy olyan hozzáfűzni való, hogy a Roynak a belső udvarán lesz ez a graffiti fal látható, és már a festés alatt is ott fog szólni zene. Aki kijön cigizni, azokat már egyetlen erre a látványra is szeretnénk ráerőszakolni, illetve amikor kész lesz a festés vagy a művészülökat már nem zavarja, akkor a belső udvarban is az épületfalakat körbe szeretnénk fényfesteni, hogy tényleg egy szép hátteret kapjon egy ilyen mű. Honnan jött az alapötlet, hogy egy ilyen tehetségkutatót szervezzetek, hiszen manapság már tele vagyunk mindenféle tehetségkutatóval? Pont ez a lényege, hogy tele vagyunk tehetségkutatókkal, de undergroundról itt a környéken nem nagyon hallani, meg hogyha hallani is legyen minél több lehetőség. Mindenhol a pop megy, én őszintén megmondom, hogy én az elektronikus világban élek, de ez a színe az, amelyiket szerintem, hát hogy mondjam, kicsit még művészibb lehet, mert elektronikus zene az ödeül a gép elé, a kisfiú egy programot elindít, és nincs olyan, hogy rossz zenét tegyen össze, a program segíti. De ez a világ, amikor előadjuk magunkat és a gondolatainkat elmondjuk, ez egy modern irodalom szerintem, és ezért is tettük pont a slam poetryt elé, hogy érezze mindenki, hogy a művészet ez nagyon közel van. Mondjuk el még egyszer, hogy pontosan mikor lesz, és hogy mennyi mindent lehet ott csinálni. Tehát november 15-én lesz ez az esemény, 6 órától kezdjük az egészet, és teljesen hajnalig a Roncs kocsmában. Hát ha megpróbálom időrendi sorrendben mondani, akkor lesz graffitisektől kezdve slam poetry, fényfestés, tűzsonglőrök, akkor lesz ez a tehetségkutató pár óra hossza, utána pedig helyi előadók fognak majd koncertezni, és a fő fellépünk pedig az NKS lesz.